Két olyan csapat találkozott egymással az új Hidegkuti Nándor stadionban, amelynek egyaránt javulnia és javítania kellett volna, hiszen mind az MTK, mind a Sereghajtó Haladás csapata az előző két bajnoki fordulóban nem tudott három pontot szerezni. A hazaiaknál két változtatás is történt, hiszen Pintér megsérült a hétközi kupameccsen, az ő helyére Katona került be, Baki lett a belső hátvéd, és bár a meccset megelőzően közvetlenül Kanta még szerepelt a kezdőcsapatban, végül nem ő, hanem Vogyicska Bálint lett ott Vasárnán mellett a középpályás sorban az ő társa, és Ikene King odafért a kispadra a hazaiaknál. A vendégeknél is két helyen változtatott az előző mérkőzéshez képest Horváth Ferenc vezetőedző, hiszen Jancsó András és Kolce Krisztián került be a kezdőcsapatba, a Haladás kapuját pedig ezúttal is Rózsa Dániel védte, Király Gábor a kispadról szemlélte az eseményeket, legelőbb pedig ott volt a vendégek házigólkirálya 20-assal, a 4 gólos Priskin Tamás. Bognár István a labda mögött. Ez jónak tűnik, van is fejes gól is bizony! Vezet az MTK az első szögletét követően, nagyon gyorsan megszerzik a vezetést a kékfehérek, az előre húzódó védő Baki Ákos találatával. Ez nem tartott sokáig. Bognár szöglete kiváló, Baki pedig mindenkit megelőz, nagyjából 4 méterről lerázza őrzőjét, és remekül csúsztat a bal alsóba. Vogyicska ügyesen rövid passzokkal jön előre megint az MTK, ahogyan az megszokott tőlük. Beívelés egy picit hosszúnak tűnik, de Schäfer tudott fejelni. Rózsa védett. Bognár megint. Az jó fejes, a felső létsző kijön. Lehet ismételni, ezt pedig Rózsa védi. Katona lövését követően kellett hárítani a Rózsának. Megint Baki bólintott, ezúttal egy pár centimétert tévedett a hazaiak védője, és ezért marad az 1-0. Haladás egyébként már pénteken délután útra kelt, és Vecsésen edzett is egyet, úgy várta Vecsésen az éjszakát. Pofosul ő, kicsákvéd. Katona, jól hozza el, Vogyicska. Schäfer, akár lőni is lehet, hosszan tolta meg. Katona, ott van még a labda, az nagy helyzet, Lencse gól! 2-0, ahogy az első félidő elején, úgy a második játékrésznek is az elején betalál az MTK. Lencse László szezonbéli 5. góljával már 2-0-ra vezetnek a kékfehérek. Schäfert kell dicsérni, Katona pedig óriási lendülettel jött, majd némi szerencséje is volt, hiszen visszapattant hozzá a labda, ugye ő passzolt már eleve Vogyicskának is, aztán végig kíséri az akciót, itt lép be a ismételten Katona, és aztán nagyon önzetlenül Lencsével rugat gólt. Bognár íven át a hosszúra, jön Rózsa, és az övé. Aztán Baki akadályozta meg abban, hogy gyorsan elvégezze a kidobást. Óriási hiba, üres a kapu, Gera! Ó, de nagy potyagól! Ott a harmadik MTK találat, kellett hozzá Rózsa Dániel hibája. Simán az övé, ugye Baki megakadályozta a Rózsát, a kidobja, ennek ellenére végül megteszi, Jagodics nem figyel, és Gera, hát ezt lövésnek nem feltétlenül nevezném, gyakorlatilag megnézte magának a kaput, és Rózsa lábai között micsoda hiba. Óriási potyagol. Cserél az MTK. A legutóbbi mérkőzésen kezdőként pályára lépő Farkas Balázs érkezik a hazai csapatba. És az egyébként nem csak erőszakosan és agilisen, hanem jól is futballozó Schäfer Andrást váltja. Torgel lefejelt kiválóan. Farkas. Szelin. Farkas kapja vissza, azt akár lőni is lehet. Torgellel vissza a kényszerítő. Farkas. Ó, de nagy játék! Sakmat 4-0. MTK gála. Lendületből vitték végig a kékfehérek, amikor kellett. És a két cserejátékos hozza össze, hiszen Torgellével kényszerítőzött Farkas, aki egy pimasz megoldást választott. És így szerzi meg
hazaiak negyedik találatát immár a mérkőzésen.